Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ismét egy új videóban. És azokat a tornyokat fogom ott megnézni, egyébként rendeltetése mindeniknek más, de ott abból kettő az a repülőknek a jeladója, és Ferihegy fele itt fordítja rá a repülőgépeket. És egyébként valamelyik már nem működik, csak ipari alpinisták kiképzésére használják. De már csak közelebb megyek, amennyire lehet, és megnézem őket. Na, hát az egyik antenna torony már megvan, azt mobiltelefonát játszónak újra hasznosították. Ott van mellette egy ismeretlen, viszont az igazi nagy tornyok azok itt vannak, és ebből többet már nem használnak, csak ipari alpinisták. És egyébként a külügy azért is használhatta régebben, de ez csak elmélet volt, hogy a külföldi telefonvonal nem volt elég, és rövid hullámon keresztül oldották meg. Összekötve a telefonnal, illetve ki lehetett szólni, amikor még a Makartnak a tengeri flottája megvolt, a tengeren lévő hajóknak is így lehetett kiszólni, meg a egyébként Tárnokatalában is van egy hasonló berendezés. És a legnagyobb rövid hullám adótól, hogy Erdély az egyébként Jászberényben volt, de azt már elbontották, ahol egyébként a Szabad Európa Rádiót is zavarták. Hát az is lehet, hogy ezek közül a tornyok közül is némelyik ezt a célt szolgálta, vagy ezt is, úgy mellékesen. Azt nézzétek, hát ez hatalmas nagyadó komplexum, mert a kikötései mekkorák. És ott is olyan hatalmas nagy betontömbök köz vannak kikötve ezek az antennatornyok, és ez bizony vagy közép, vagy rövid hullámú szerintem, mert még nem látok rajta. Jó, bár ott van egy mobiltelefon átjátszó, illetve nem egy, hanem vagy három átjátszó a tetején. Szóval a másik azon nincsen. De ezeket a tornyokat használják ipari alpinisták kiképzésére is. A kerítésre ki van ugyanírva, hogy őrzött terület, de ez a két torony az kerítésen kívül van. Sőt, ott még van egy harmadik, szerintem még az is a kerítésen kívül van. És azokon, amiken már ugye nagyobb antenna is van, tehát szerintem az lesz a repülők jeladója. Van egy kisebb adótorony, és nem tudom, mi lehet. Ugye szerintem ezek inkább rövid, de nem is közép, hanem inkább rövid hullámú adók voltak itt sem. Közép hullámúaknál van az meg, hogy maga az egész rácsos szerkezet az antenna, nincsen külön antenna a tetején. A többi rádióadónál, meg ugye egyéb tévéadótoronynál meg vannak, most közben pont feltámadt a szél, pont a legjobbkor. Szerintem biztos szélzajos lesz. Kötés, tehát meg ott egy picivel aldébb valószínűleg lehet még egy ugyanilyen nagy betontöm, csak az most innen nem látszik, mert pont szembesült a nap, viszont ott egyszerre mind a három rádiótorony ki van kötve, legalábbis ez a kettő több kötéssel, és ezek össze is vannak kötve ám ez a két torony. Tuskó, amihez ki van kötve, és ott van még egy nagyobb, az már nem biztos, hogy el tudok addig menni, de az is csak egy kikötés, semmi extra. Viszont egy kupacban van négy adótorony, és még ott is van kettő, viszont ugye van ott még egy, ott a kerítés tövébe. És még ez a kettő, semmi. Ezek közül valószínűleg csak egy vagy kettő aktív már. Valószínűleg az amelyiken több antenna van, meg az, meg ugye, amit mobiltelefon átjátszóként használnak. De szerintem az már nem például. Meg lehet, hogy ez se egyébként. Sajnos erre még a Google-n sincsenek információk, hogy meg valószínűleg az régebben is titkos volt, hogy mire szolgálnak ezek a tornyok, és el tudom képzelni, hogy a Szabad Európa Rádiót is innen zavarták. Ugye innen is, mert valószínűleg több zavaróadó is volt. Azt a tolaj most így közelebbről nézve tényleg mobiltelefonát játszó, ott vannak az érdőegységek alatta. És szerintem ezt is használják arra is. De ezt nem csak arra, mert van ott rajta egy hatalmas nagy ezért antenna. Ez a sok elemes. Ezért ilyen régen a VHF, ezért TV antennák néztek ki így. Ha VHF, akkor lehet azért a repülőknek a jelsugárzó antennája, mert az is VHF frekvencián működik. Hát, ott is megy egy repülő, csak most a fáktól nem nagyon látszik, de itt légi folyosó is van, tehát nem, hogy innen lehet, hogy közelebbre megnézze ezt a másik két tornyot, meg
Ugye itt is van kettő, de ez már nem a bekerített terület, viszont ez is még szerintem tartozhat, mert valahol láttam itt, na itt van is egy ilyen tábla, mindjárt megmutatom, hogy állami terület, tilos az átjárás. Tehát valószínűleg még ez is ott ide tartozik a honvédséghez. Errefele viszont egy sima földút van, és itt lakóházak, tehát itt erre biztos el lehet menni, és majd a következőbe kötődnék, kimegyek a 4-esre, és visszamegyek Monort fele. Akkor ez a rádiózó, egy bemutató videó, ez ennyi lett volna. Régóta kinéztem már magamnak egyébként ezt a rádió, ezt a komplexumot itt az ennyi adótoronnyal, hogy majd közelebbről is megnézem, csak eddig nem volt rá idén. Hát most úgyis Monoron voltam, úgyhogy most sikerült. Úgyhogy most már nincs más hátra, mint visszamenni Monorra, és a vasútállomásig. Hát, és ez a videó az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd jelentkezek a következő videóban. Tehát itt még egyet legalább fel fogok adni Monoron, de lehet, hogy még azon kívül is felveszek egyet, mert hallottam itt egy másik helyi érdekességről, de azt nem tudom pontosan, hogy hol van, csak így körülbelül, nem biztos, hogy meg fogom találni. Meg majd kiderül, hogy a vonatig mennyi időm lesz. Ráadásul a vágányzár is van most a 100-ason, úgyhogy még az sem mindegy, hogy melyik vonattal megyek, mert olyat kell választanom, amíg végig megy, mert vagy a vonatpóton a bicikli nem vihető. Úgyhogy akkor ennyi, sziasztok!